A 250 éve született Pollák Mihály a Nemzeti Sírkert részeként megújult síremlékének átadására, valamint az ezt jelző okos parcellakő avatására került sor Tahitót faluban. A megemlékezésen részt vett és beszédet mondott a Nemzeti Örökség Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói mellett Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese is. Az idén 250 éve született építész élete főműve a Magyar Nemzeti Múzeum épülete. Pollák Mihály emlékét Tahitót falu mindmáig őrzi és ápolja, mondta el köszöntőjében a település polgármestere. Kapcsolat a Tóth faluval házasságkötésével kezdődött 1808-ban. Második felesége Eger Magdolna birtokolta a Tahi présházat. Pollák az épületet padlófűtéssel látta el, kényelmesebbé, komfortosabbá tetté, alkalmas nyaralóvá formálta át. Ez történt az 1810-es években. Később szüreti házat épített, mely még ma is áll. Az építész lányát egy vaskereskedő vette el. A Tahi birtok így került az Unger család birtokába. Pollák Mihály 1855-ben halt meg, síremléke itt látható a Tahi-tótfalui temetőben, amelyet Ib Miklós tervezett, és a falunk katolikus temetőit tiszteli meg ezen emlékmű. A település az elmúlt időszakban egy Pollák emlékszobát is létrehozott, ahol a híres építész munkásságával is megismerkedhetnek az érdeklődők. A Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a magyar embereket érdekli a múlt. Tavaly óta már több mint 20 okos parcellakövet állítottak, mely azt jelzi, hogy egy vagy több a nemzeti sírkert részeként védett nyughely található az adott emlékhelyen. Maga a parcellakő kicsi, jelentőség viszont annál nagyobb. Mit jelöl ugyanis? A legnagyobbjainkat. A nemzeti sírkertet megjelölő parcellakövek egyfajta jelzőoszlopok temetőink bejáratánál, amelyek azt üzenik minden látogatónak, olyan személyek nyugszanak ezen temetkezési helyen, akik a nemzet történelmében kiemelkedőt alkottak. Az országosan 6200 sírt magába foglaló nemzeti sírkert a fizikai valóságában mintegy 700 temetkezési helyet jelent. A jövőben mindenhol szeretnének hasonló parcellaköveket állítani. Pollák Mihály síremlékét a Nemzeti Örökség Intézete a Nemzeti Sírfelújítási Program keretében közel 2 millió forintból felújította, hiszen egy olyan alkotóról van szó, aki azt az épületet adta hazánknak, amely nem csak történelmünk kiemelkedő pillanatait őrzi, de az 1848-as forradalom óta a magyar szabadság egyik legfontosabb szimbóluma és nemzeti emlékhely, a Magyar Nemzeti Múzeumot. El Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója szerint a nemzeti emlékezetről való közös gondolkodás és az identitás erősítés érdekében rendezett programok előbb-utóbb meghozzák a maguk gyümölcsét. Nem mentünk el a 250. évforduló mellett, ráirányítjuk a figyelmet Pollák személyiségére, a Nemzeti Múzeum épületére és arra a fantasztikus klasszicista építészetre, amely a 19. század első felében formálta az akkor már nagyvárosi ambíciókkal rendelkező Pestnek az arculatát. A Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese a térség országgyűlési képviselőjeként is azt emelte ki, hogy megható belegondolni abba, hogy Pollák Mihály síremlékét tanítványa Ybl Miklós építette. Számomra szimbolikus ez a mai együttlét, azt jelzi, hogy milyen általános elismerés, tisztelet és hála övezi mindmáig egyik legnagyobb magyar építészünket. Nem kérdés, azt gondolom, hogy ő volt az egyik legnagyobb, hiszen élete főműve, ahogyan az előttem szólóktól már elhangzott, a Magyar Nemzeti Múzeum épülete. Vitályos Eszter egyben köszönetet mondott, hogy Tahitót falu mindmáig sajátjának érzi Pollák Mihály emlékének őrzését. Pollák Mihály élete utolsó éveit, ahogyan azt polgármester úr is elmondta, Tahiban töltötte. Itt szeretném megköszönni Tahitót falu vezetésének és minden lakójának, hogy ilyen méltó módon, aktívan, mély tisztelettel és érezhető szeretettel ápolják a nemzet nagyjának emlékét, ezt a tiszteletet fejezi ki a mai ünnepségünk is. Ezzel a hozzáállással segítik elő a legfontosabbat, hogy az új generációk, a mai fiatalok számára igazi értékrendet jelentsen Pollák Mihály neve. Ezt követően a vendégek főhajtással tisztelegtek Pollák Mihály felújított síremléke előtt, majd az okos parcellakő leleplezésére került sor. Ez, ahogy ezt a fő,
és én meg is fogom. A megemlékezésen és a koszorúzáson a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke és tagjai is részt vettek.